Nálom mindenkinek sziasztok, Sáckén belülünk és ímeitünk egy következő videóban, és most egy különleges meglepetéssel készültem nektek, ugyanis most elmegyünk egy cirkuszba. Szóval, hogyha esetleg tetszik az ott, akkor dobjatok egy lájkot, és hogyha nem tetszik, akkor dobjatok egy dislike-ot, de hogyha sokan lájkoltok, akkor lesz még sok vidi. Na, szóval, fogjunk is bele, ez a következő skill, amit nekem elküldött valaki. Hát eléggé, nem tudom, nem a legjobb, de... legalább ő csinálta és nem egy random skint küldött el, amit talált a neten. Aki amúgy nekem random skint küld el a netről, amit ő talált csak és letöltötte és elküldte, azt nem rakom be. Szóval, menjünk is akkor el a cirkuszhoz. Hát eléggé izgatott vagyok, vagy nem is tudom, hogy mondjam. És még mindig beteg vagyok, szóval hogyha bárkinek feltűnik, hogy más a hangom, vagy köhögök, vagy bármi van, akkor ez ezért van és bocsánat. Na szóval, menjünk is. Jegyet nem vettem, szóval szerintem azt vennem kell majd. Hello, jegyellenőr úr, szia! Szeretnék egy jegyet venni. Jó napot! Vennék egy jegyet a mai cirkuszi előadásra, ha esetleg lehetséges. Nem tudom, mennyibe kerül, hoztam magammal pénzt is. 3 arany, köszönöm szépen, itt van 3 arany. Istenem, mennyiszer izéled el? Na mindegy. Jó, oké, megvan a jegyünk, srácok, királyság. Akkor szerintem menjünk is tovább. Viszlát, köszi szépen. Jó, vegyünk pokkont? Nem tudom, vegyünk srácok szerintetek pokkont? Írjátok le a leírásba, hogy szeretitek a pokkont és szerintetek vegyünk el. Hát nem tudom, én igazából szeretnék venni, szóval vegyünk egy pokkont is. Hello kedves árus, ismételten egy másik árus, jó napot. Kérnék egy közepes pokkont, mondjuk azt szeretnék. És ja, igazából ennyi, mennyi arany lesz, hogyha esetleg kérdezném? Egy arany? Oké, királyság, ez eléggé olcsó. El is rakom a cuccokat, akkor egy darab pokkorn lesz csak. Na, ó, köszönöm szépen, nagyon jó. Oké, és kaptunk egy pokkorn, királyság. Na, oké, szerintem akkor meg is vagyunk, és menjünk be a moziba, vagy moziba? Na, a pokkornról nekem mindig a mozi jut eszembe. A cirkuszba, úristen, mennyien vannak itt. Nagyon-nagyon sokan vannak itt a nézőtére, meg úgy mindenhol. Mindegy, én ide legelőre akarok jönni, szóval hova? Ide mondjuk így bejövök. Na! Srácok, akkor várjuk is az előadást, és kíváncsi leszek, hogy vajon mi lesz itt. Ott is van egy bohóc, úristen, jaj de ijesztő, szegény bohóc. Na mindegy, nézzük meg, hogy üdvözlök mindenkit, hello, szia. Na, kíváncsi vagyok, hogy vajon mik lesznek ebben a cirkuszban. Remélem, hogy sok izgalomra számíthatunk, és nem lesz unalmas, és hát ja. Reméljük, hogy minden jó lesz, kezdhetjük az előadást, igen! Ez az, igen! Jaj, na, igen, kezdhetjük felőlem nyugodtan. És én, srácok, már csak várom, hogy mikor kezdődik valami. Hölgyeim és uraim! Na, igen, mondja nyugodtan. Én várok, és bemutatom nektek Benedeket. Ó, aha, hogy ez egy Iron Golem lesz. Aha, nagyon úgy látom, hogy ez egy Iron Golem lesz. Hát, jó. Hello, kedves Benedek, üdv. Ott van Benedek, lehetetetni az állatokat? Vagy nem tudom, ő állatnak számít, vagy nem tudom minek. Itt egy kaja, nem. Oké, rendben, bocsi. Bocsi, nem, mindegy. Adjál Benedeknek, na. Oké, akkor Benedek, igen. És mit fog csinálni vajon Benedek? Jaj, Istenem. Jól van, hát Benedek megküzd most 10 zombival. Uha. Kemény 10 zombival fog megküzdeni Benedek? Úristen, jajaj. Úristen, szegény Benedek, na, Benedek, gyerünk Benedek, hajrá! Hát szegénynek, nem tudom, nincsen, ajajaj. Hát, Benedek, nem tudom, eléggé erősek, ez a, nem tudom, eléggé sok ez a 10 zombi, ahogy látom neki. De nagyon küzd Benedek, gyerünk Benedek, hajrá! Lemennek a színpadról, úristen, jó, én követem őket. Benedek, hajrá! Gyerünk Benedek! Gyerünk! Menjen vissza! Jó, hát én várom, hogy nem tudom, nem látok el odáig, meg ilyenek. Na, mi a Benedek? Meghalt Benedek? Ne már! Benedek vesztett! Úristen! Jó, hát én ezeket a zombikat akkor én megadom nekik. Hello! Haha! Easy! Na jó, menjünk vissza. Jó, hát Benedek elvesztette úgy tűnik a párbajt. Na mindegy! Mi a következő produkció bohóc? Vagyis hát a bohóc. Sajnos Benedek vesztett, hát ja, láttuk, na mindegy. Jó, várjuk a következő mutatványt kíváncsian, hogy vajon ez mi lesz a következő. Kedves bohóc úr, mutassa be nekünk a következő produkciót, már várjuk, mert ez így ideig, ez eléggé
Szegény Benedek hát egyből meghalt, meg hát még el is menekült oda hátra. Most én fogok mutatni valamit. Na! Nézzük, hogy mit fog mutatni. Wow! Felmegy oda. Igen. Igen, felmegy oda, és... Hát ez nem tudom, most bele fog abba a vízbe ugrani? Hát ez nem túl nagy mutatvány, most nem azért mondom. És most beleugrok. Hát nem azért mondom, de ez nem túl nagy mutatvány. De jó, hát mutassa meg. Wow. Hát jó, mindegy, hát ez ideig nem tudom, most így tele nem rosszból, de ez nem kell túl nagy tehetség, de hát. És hogy érdekesebb legyen, na mi lesz? Hogy érdekesebb legyen, na nézzük mi lesz, mi az, ami érdekessé teszi ezt a mutatványt. Vajon? Most mi lesz, fejjel lefele? Talán, vagy nem tudom. Semmi? Hátrafele is ugrok. Wow. Na nézzük. Jaj, ez nagyon jó. Jaj, Istenem, de béna. Hú, ez jó volt. Mit nevet? Hát nem tudom, mert félre esett egy kicsikét. Lehet, hogy nem így akarta. De vicces volt, tetszett. Jaj, Istenem. Akkor csinálja maga. Én bármikor jövök egyből. Na nézzük. Jaj, Istenem. Srácok. Na nézzük, mit kell itt csinálni. Beleugrani abba a cuccba? Ó, hát ez semmiség. Na nézzük. Wuu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 
Istenem. Ez könnyű. Akkor mutatok mást. Jó, mutasson mást. Na. Igen. Mi a következő? Ide be kéne mennem? Hát jó, oké, és bemegyek. Küzdjön meg velük. Wow. Hát jó, rendben. Jajaj. Jó, hát ez így, nem tudom, nem volt túl nehéz. Ez így eléggé egyszerű volt, boholc úr. Nem azért mondom, de kicsikét nehezebb dolgokat is. Na, engedj ki! Na, ennyit erről. Hát ez így, nem azért mondom, de ez így eléggé könnyű volt. Na. Jó, Istenem. Csóró boholc, nem tud kitalálni semmit, úgy látszik bírod. Hát igen, eléggé könnyen, ez nem volt túlságosan nehéz dolog, de hát mindegy. Látod, nem túl nehéz a boholcok, hát mondjuk még mindig eléggé ijesztő vagy, de hát mindegy, küzdjünk meg egymással. Hát jó, rendben, tudod mit? Jó, oké, legyen, küzdjünk meg egymással, gyere. Ja, Istenem, csóri boholc nem akarja feladni, rendesen, jó, rendesen, küzdjünk meg, na. Adjál cuccot, mert nem nincsen túl sok cucc, ó, kösz. Na. Srácok, hát akkor megint küzdünk egy, vagyis hát, ja, megküzdünk úgymond egy bóccal. Hát oké, és kíváncsi leszek. Ó, adott ópialmát is. Jól van, bóc! Mehetsz? Én készen állok. Ja, Istenem. Szegény bócka. Nem tudja, hogy mi vár rá. A cirkusz királya lesz a győztes. Ó, rendben van. Oké, és legyen akkor a cirkusz királya a győztes. Mondjuk nem azért mondom, de nem várok túl nagy csatára. De nem baj. Én elvárom tőled, hogy nagyon jó legyél. Na, mehet, bohóc úr? Mehet? Készen állsz? Én készen állok. Fellem mehet? Jaj, srácok, dobjatok egy lájkot, hogyha nekem szurkoltok. De szerintem, nem tudom, nem tűnik annyira túl nagy falatnak azért ez a bohóc, szerintem. Csóri bohóc amúgy. Na most nem tudom tényleg miért kellett behívni amúgy. Én csak nevettem rajta egy jót, hogy ennyire béna volt Csórika. Na mindegy. Küzdjünk akkor meg, bár bohóc úr, én tényleg nem erőltetem rá, tehát én felem bármikor feladhatod, és akkor nem muszáj küzdenünk, de hogyha te annyira nagyon küzdeni akarsz, akkor én felem küzdhetünk is, de nem tudom, én azt tanácsolom neked, hogy szerintem add meg magadat, nem akarlak tényleg bántani, jó kis bohóc vagy, meg minden, csak kicsikét bénáztál ott egyet, de mindegy. Jaj, na, valami, bohóc úr, maga tényleg béna, feladhatja. Na, léci, adja fel, tényleg nem kell izélni, nem akarom én magát bántani. Tényleg, tök jól megismerkedhetnénk egymással, lehetnénk barátok meg minden, tényleg nem kéne ezt csinálnunk egymással. Na, látod, ennyi kell, csak szépen add meg magadat, na, elég, látod? Na, ennyire egyszerű, feladom, szegény bóc, esküszöm, megsajnáltam. Hát bóc úr, figyeljen, tényleg, maga nagyon, tényleg tehetséges bohóc, vagy nem tudom, legalábbis a kinézete tényleg nagyon bohócos, meg minden. Beismerem, jobb vagy nálam. Na, nem kell így izélni, tényleg, te is nagyon jó voltál, kapsz egy pokkont. Ó,
Kapok egy izét, cirkuszok királya, húúú, kaptam egy ilyen cuccot. Meg kaptam 64 pokkon, de menő, tessék, kapsz pénzt. Meg kapsz egy jegyet, vagy nem tudom. Hát srácok, meg tudtuk szerezni a cirkuszok királya neve címet, ami az eléggé király szerintem, ahhoz képest, hogy most jöjjük így Minecraft először cirkuszba, és egyből királyok lettünk, bohóc, ne zárd be magadat, ne legyél szomorú, gyere, köszönjünk el együtt, na, srácok, nagyon szépen köszönöm, itt voltatok, tudod mit, kedves leszek, tessék. Tessék, maradj te a cirkuszok királya, nem veszem el tőled ezt. Na, srácok, gyere akkor, igen, csak köszönj el velem. Na, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltunk velem ebben a videóban, hogy tetszett, dobtok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb, és még egyszer köszönjük, hogy itt voltok, és elkötök a másik kettő csatornámat, és ennyi. Na, sziasztok!